A polgármester úr, nagyon szívből gratulálok magam is a választási bizottság nevében a megválasztásra, és kívánok erőt, egészséget, és nagyon sok sikert Salgótarjánért. Gratulálok. Látom a megbízó levelet. A salgótarjáni választópolgárokat szolgálom. Ezekkel a szavakkal vette át polgármesteri megbízó levelét Fekete Zsolt dr. Szénási Zsuzsannától, a salgótarjáni helyi választási bizottság elnökétől október 25-én. Fekete Zsolt újabb 5 évre az ellenzéki összefogás polgármester jelöltjeként kapott bizalmat a választópolgároktól az október 13-i önkormányzati választáson több mint 54%-os eredménnyel. Ugye ezt a megbízó levelet a kezembe foghatom, ezért köszönetet kell mondanom a munkatársaimnak, a csapatomnak, akik az előző ciklusban mellettem, mögöttem és velem együtt vezették a várost, és tettek mindent a salgótarjániakért. Köszönetet kell mondanom családomnak is, aki támogatotta az elmúlt időszakban, és természetesen köszönetet kell mondanom, és nagyon szépen köszönöm Salgótarján megyei Jugú város választópolgárainak, hogy az elvégzett munkát úgy értékelték, hogy az érdemes a folytatásra. Mi szeretnénk az elkezdett munkát folytatni, végrehajtani, befejezni. Mi ettől várjuk Salgótarján jövőjének szebb alapokra való helyezését, és azt reméljük, hogy városunk ismételten a fejlődés útjára lépett, és ez folytatódni fog. Az új önkormányzati testület alakulóülése október 30-án lesz a Salgótarjáni Városházán.